azért azt nem szabad elfelejteni, hogy 10 évvel ezelőtt én az Országos Kardiológiai Intézetnek a szívműtője előtt 9 óra alatt megőszültem, amikor a Norbit műtötték. Ott voltam 3 kisgyerekkel, Zalán volt 1 éves, Norbika 6, Lara 8 éves, és nem tudtak garanciát adni arra, hogy a férjem túl fogja élni ezt az életmentő szívműtétet, és eltelt 10 év, és ott feküdt a földön az az ember, akiért az életemet odaadnám, akit mindennél jobban szeretek, és egyszerűen az ember maga tehetetlen, és nem tudsz mit csinálni, csak fohászkodni a jó Istenhez, hogy segítsen, meg az elhunyt szeretteidhez, hogy legyenek ott veled és segítsenek, és szerencsére időben jött a segítség. Azonnal már az ügyelet kint volt akkor, amikor megérkezett a mentőhelikopter, és azonnal a Norbit rárakták egy hordágyra, vitték a helikopterbe, én azonnal berohantam, felöltöztem, beültem az autóba, már amikor az autóban ültem, hívtak a sajtótól, hogy igaz-e, hogy a Norbiért ment. Nem tudom. Úgyhogy miközben mentem a kórházba, az első dolgom az volt, hogy hívtam a Larát, mert tudtam, hogy ha a sajtó bármit megír, akkor a 18 éves lányom, mivel használják a telefont az iskolában és a tanuláshoz, azonnal az lesz az első, hogy hozzá a hír eljut. Én hívtam a Larát, hogy nyugodjon meg, az apukáját kórházba kellett vinni, a Lara összeomlott. Mondtam neki, hogy Lara, hallod a hangomat? Igen, anya, igen, hallom, de baj van. Mondom, Lara, figyelj rám, hallod a hangomat, igaz? Milyen a hangom, nyugodt? Azt mondja, igen. Na mondom, akkor figyelj rám, nyugodj meg, mert addig, amíg én nyugodt vagyok. És ezt csak azért mondom, hogy óriási lélek jelenlét kellett ahhoz, hogy ott anyaként megnyugtassam azt a kislányt, aki végig nézte, hogy az imádott nagymamája meghal, aki 10 évvel ezelőtt 8 éves kislányként átélte azt, hogy lehet, hogy elveszíti az apukáját, és a Lara szerelmes az apjába, és a Norbi is szerelmes a lányába. Úgyhogy... De akkor te már tudtad, hogy nincs életveszélyben, vagy még nem? Nem tudtam. Tehát ezt nem jelentették ki az orvosok? Nem jelente. Azt annyit mondtak az orvosok, hogy az egy nagyon jó jel, hogy reagál dolgokra, és beértem a kórházba, addigra a Norbinál már lefolyt, megcsinálták a vizsgálatokat, CT-t, mindent, ami ilyenkor szükséges, már kapta a vérhígítót, és amikor odaálltam mellé az ágyhoz, és megkérdeztem tőle, hogy kicsim, megismersz? És annyit mondott, hogy igen. Tehát már tudod beszélni. És ekkor odajött az orvos, rám nézett, és ennyit mutatott, hogy ez óriási.